nemzeti érzelmek ébredés időszakának nevezte a himnusz születésének idejét Benkő Tibor. Magyarország honvédelmi minisztere a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett központi ünnepségen elmondta, hogy a Magyar Honvédség katonáinak nem csak az ország és az állampolgárok védelme a feladata, hanem a magyar kultúra és a magyar értékek őrzése is. Nekünk feladatunk, kötelességünk, a magyarság, az identitásunk és annak kultúrájának megőrzése. Ez egy értékrend, bármennyire is hihetetlen, ezért nap mint nap küzdenünk kell. Más népek kultúráját el kell fogadni ott, ahol azt megalkották. Más népek kultúráját nem biztos, hogy be kell engedni. Mert mi nem abban a felfogásban gondolkodunk. Nekünk van egy keresztény kultúránk, ami visszavezethető államalapító István királyunkhoz, az államalapításhoz. A honvédelmi tárcavezető rávilágított arra is, hogy a Magyar Honvédség kötelessége nem csak a kultúránk megőrzése és megóvása, de az is, hogy katonáinkat folyamatosan képezze és művelje. A honvédelmi és haderőfejlesztési program az nem csak arról szól, hogy technikai eszközöket vásárolunk és a katonáinkat kiképezzük az eszközök kiváló alkalmazására, hanem az szól a társadalomról is. A katona helyéről, szerepéről ebben a társadalomban, hogy a katonák legyenek intelligensek, legyenek műveltek, ismerjék történelmünket, ismerjék kultúráinkat, szokásainkat, hagyományainkat, és hogy ezt tovább vihessük. Ezt csak közös erővel és közös akarattal, szándékkal tudjuk megvalósítani. A rendezvény, ahol jelen volt Szabó István honvédelmi államtitkár és Mihóca Zoltán altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokságának törzsfőnöke, elismerések átadásával és a Magyar Virtuózok Kamarazenekar ünnepi előadásával ért véget.